Nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a Nekem Hanvas videósorozatunknak az első része, és hát számomra egyébként ez nagyon fontos dolog, és nagyon örülök, hogy az első részben egyébként te vagy, Bence, az, akit kérdezhetünk. Ugye itt a videósorozat egyébként arról fog szólni, hogy meghívunk egy vendéget, aki nem feltétlenül irodalmár, sőt, talán fontos az, hogy nem irodalmárokkal fogunk beszélgetni, hanem olyan személyekkel, akik tudjuk, hogy szeretik Hanvast, az ő életükben fontos a Hanvas. És hát egy picit arról próbáljuk megfogni így vagy arról az oldalról próbáljuk megfogni ezt az egészet, hogy miért lehet izgalmas Hanvas Béla élete. Úgyhogy adott a kérdés, mit jelent neked Hanvas, mi számodra Hanvas Béla? Sok szeretettel köszöntöm is a nézőket, és köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Ugye nekünk már voltak beszélgetéseink Hanvasnak a témájában, és tőled ismerem őt, ami nekem nagyon sokat jelent, és egy nagyon intim viszony alakult ki bennem Hanvassal. Azt mondanám, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, hogy nekem Hanvas az csend a zajban. Méghozzá azért, mert a mindennapoknak a forgatagában az ember nagyon sok olyan dolgot találkozik, amivel nehezen tud kapcsolódni. Most gondolunk arra, hogy megnyitjuk a közösségi médiát, nagyon sok ilyen képmutatás, vagy felszínesség van, vagy versengés, vagy éppen, hogyha megnézzük a híreket, hogy mennyi nehéz dolog történik az életben, vagy ha csak belenézünk a történelem könyvekbe, és megnézzük, hogy mi történt mondjuk a 20. században, miken mentünk keresztül, vagy akár most milyen veszélyek vannak, vagy egyáltalán az, hogy nincsen semmi, akkor éppen mi az életünknek az értelme, csak napról napra megyünk, és megkeressük a pénzt, és befizetjük a számlákat, és hogy ebben a nagy zajban és forgatagban, hogyha fellapozok egy Hanvas könyvet, akkor az ad nekem egy olyan fajta lelki szellemi táplálékot, ami megmutatja azt, hogy még hogyan érdemes gondolkodni és élni, vagy mi az, ami más értelme lehet mondjuk az életünknek. És azért nagyon szuper ez, mert hogy ez egy magyar személy, aki alapvetően nem egy szektavezér, nem akar semmit sem az emberbe dogmatikusan beleverni, hanem egy kereső ember, aki rendkívül tájékozott, és a saját személyiségén át vezette azt a tudást, amit ő megszerzett a különböző iskolákból, és különben azt is mondják, hogy a szenvedés ugye nem esít neki, ebből kijutott rendesen. Hát sőt, ugye talán az egy izgalmas, vagy egy érdekes dolog vele kapcsolatban, hogy, és hogy te pszichológus vagy, szóval egy kicsit más szempontból is látod a lelket, hogy szerintem ilyen teher alatt sokan már összeomlottak volna, és tönkrementek volna, és alkoholisták lettek. Nem tudom, sorolhatnék sok mindent, amihez ugye nyúlhat ilyenkor az ember. És valahogy benne talán az izgalmas, hogy ennyi elnyomás ellenére sem lett ugye semminek a rabja. Így van, és ez gyönyörű szépen le is vezeti ezekben a könyvekben és írásokban, hogy hogyan gondolkodik, és miken megy keresztül. És nekem ez nagyon inspiráló, mert hogy kíván ne történne igazságtalanság a mindennapokban. Hogyha most valamiért nagyon-nagyon teszek, és szeretném, hogy felvegyek az egyetemre, vagy szeretnék egy jó párkapcsolatot fenntartani, de valami történik, esetleg egy baleset ezt mondjuk megszakítja, akkor azért mégis, hogyha fellapozom ezt a könyvet, akkor láthatom, hogy a másik ember hogyan küzdött meg a szenvedéseivel, és hogyan tudott ebbe egy embernek megmaradni. Ebből a szempontból is szerintem rendkívül izgalmas, akár az is, amikor az életművének a nagy része megsemmisült, hogy ebből hogyan tudott felállni, vagy akár még nagyobbat alkotni, ami szerintem elképesztő. Ugye itt van ez a könyv előttünk, a Valóságban feléredni című könyv, és szerintem csodálatosan látszik benne az, hogy az életművön keresztül egyre mélyebbek ezek az írások, amikkel az ember találkozhat. Ugye fiatal korában is tehetséges volt, de minél később nézzük az írásokat, annál inkább azt látjuk, hogy ennek van egy mélyebb tartalma, és szofisztikáltabb és érettséget kaphatunk ebből meg, szellemileg is. És azért szuper ez nagyon, mert hogy gyakorlatilag azért tudod megérni ennyire az életmű, mert annyi mindenen keresztül ment. Igen, az egy fontos dolog, hogy szerintem Hanvasban az talán egy nehéz, és most ez szerintem ez itt nekünk fontos hangsúlyozni, nem szakemberekként beszélgetünk, hanem hogy egy jó értelembe véve hétköznapi emberekként tekintünk az irodalomra, ami szerintem fontos, mert a legtöbben hétköznapi emberek vagyunk, és így tekintünk erre az egészre. Azért Hanvas nem könnyű olvasni, vagy szerintem az egy nagyon fontos dolog, és nekünk egyébként mi projektünknek ez is a kis kerete, hogy honnan nyúljunk hozzá, és itt az a kérdés, hogy te honnan, melyik oldalról nyúltál hozzá, mivel kezdtél, és mi az, ami miatt, hogy megszeretted, és nem megijedtél, hogy úristen, ez nagyon bonyolult, hát ez, amiket itt ír, az gyakorlatilag egy külön lexikont kéne elolvasni, vagy hát több ezer oldalt, hogy egyetem felfogjuk, mondjuk egy sziencia szakráról beszélgetünk, azért ott az egy melós olvasmány. Abszolút én is találkoztam ezekkel az élményekkel, amiket most lefestettél itt, hogy először fellapoztam a Hanvas írásokat, és hát ez nagyon bonyolultnak tűnt. És nekem ugye szerencsém volt, mert tudja javaslatokat adni nekem, hogy például ott volt az interjú, amit érdemes elolvasni, vagy akár találkoztam a Bor filozófiájával, ami elképesztően egyszerű és könnyedén fogyasztható olvasmány. Hangos könyvben ezek elérhetőek egyébként az interneten is, meg megvásárolhatók, szerintem fantasztikusan. Élvezetesek Rátóti Zoltánnak az előadásában, és ami engem a leginkább eltalált, az a Babérliget könyv volt, és ebből is az Aranynapok című írás, ami azért volt számra rendkívül érdekes, mert hogy
amikor én naívan elkezdtem az önismerettel, önfejlesztéssel foglalkozni, rengeteg ilyen motivációs tréningen részt vettem, ami ugye pont arról szól, hogy az ember hogyan tud olyan külsőségeket megteremteni magának, ami elvileg boldogságot is fog hozni neki. És nagyon sokszor, ahogy én így belepillantottam ebbe a világba így felnőttként, meg hogy minél többet megismertem ezek között az emberek közül, azt láttam, hogy mennyi felszínes képmutatás van itt, és hogy nagyon sokszor a valódi értéket, a valódi boldogságot, a valódi értelmet, nem ezek a külsőségek adják meg, hogy mások mit gondolnak rólunk, hány lájkot kapunk, mennyi pénzünk van, vagy a pénzünkre mások mit gondolnak, és ezzel vetítünk-e vagy sem, hanem az a belső megélés, és hogy hogyan lehet egy ilyen világban, ahol ennyire sokat számítanak a külsőségek, valahogy egy értéket megtalálni, és a Bobby Liggett könyvben azt gondolom, az aranynapok az pontosan ezt írja le. Vagy azért is fantasztikus, hogyha mondjuk a Bobby Liggett könyvet valaki a kezébe veszi, mert hogyha elmegy egy nyaralásra, mondjuk a déli országokban, vagy mediterrán országokban, elkezdi a lábát lógatni a strandon, és akkor olvas a déli életrendről, vagy arról éppen, hogy hogyan lehet lelassulni onnan, hogy az emberek ki szakadnak a mindennapok forgatagából. Szerintem az önmagában egy szórakoztató olvasmányként is elmegy, és mellette az ember még talán tanul is, vagy épül is. De azért nagyon szeretem Hanvast a többi magyar íróhoz képest is, mert hogy nagyon sokszor, amikor olvasok, akkor valahogy azt keresem, hogy ebben én hogyan tudnék többé válni, hogyan tudnék hasonlóvá válni a történetben megjelenő személyhez, vagy emberileg hogyan tudnék ebből fejlődni, és nagyon sok magyar írónál azt tapasztalom, hogy oké, látok egy tragédiát, látok egy történetet, ami meghathat, de a másik oldalról meg Hanvasnál meg látok egyfajta törekvést is arra, hogy ő többé váljon, jobbá váljon, tisztábbá váljon, megtalálja az élet értelmét, és ebben is hogyan tud ő emberileg fejlődni a nehézségeknek a nyomása alatt is. Oké, ez viszont akkor már itt így elevezünk egy picit Hanvastól, és olyan pszichológusos beszélgetünk. De akkor gyakorlatilag az olvasásban is megjelenik az, hogy valami célja kell, hogy legyen az olvasásnak, nem lehet csak úgy a saját örömem, csak úgy azért olvasok, szóval, hogy... Jogos, amit mondasz. Teljesen, tehát lehet szórakozásból is olvasni, és vannak olyan művek is Hanvasnál abszolút. Csak valahol nekem tetszik az, hogyha amit olvasok, az valahol hozzám is ad emberileg, és a lelkemhez is hozzáad. Nagyon sokszor, amikor Hanvas akár egy szórakoztató művet ír, még akkor is abban is lehet olyan dolgokat megtalálni, akár mondjuk a rántott levesről olvasva, tehát a szórakoztató abszolút, is, de a másik oldalról meg megmutatja azt, hogy ennek az egyszerűségében mekkora alkotás van, mekkora élmény van, mekkora tartalom van, és hogy beszéltünk az adáson kívül mi itt erről, hogy ugye nagyon könnyű mai világban olyan célokat kitűzni, ami azt mutatja, hogy én leszek az első valamiben, a legjobb, díjakat elérek, de ugye pszichológusként, meg így végigmenve egy ilyen terápiás folyamaton magam is, ugye ez nekünk ezért szükséges is, azért itt könnyen észrevehetjük azt, hogy sokszor ezek a sikerek, vagy ezek a nagy ambíciók és motivációk abból fakadhatnak, mert az ember kevésnek érzi magát, nem érzi túl soknak magát, és hogyha én elfogadtam magam, szeretem magam, és egyébként értékesnek érzem magam, akkor miért akarna megváltani a világot? Tehát hogy ez nagyon sokszor úgy van, hogy ezek a fajta hiányokból jönnek, és ugye Hanvas csodálatosan leírja azt, hogy egyébként, hogyha az ember így rendben válik magával, akkor utána mi a cél? Akkor utána mi lesz az életünknek a középpontja? Mi az, ami mozgathat bennünket? És szerintem fantasztikus azoknak az embereknek is, akinek van egy transzcendensbe vetett hite, meg azoknak is, akik egyébként nem hisznek az ilyen dolgokban, mert annak is egy új perspektívákat szolgálhat. Igen, talán az egy izgalmas dolog Hanvasban, hogy tud a sokféle olvasóhoz tud szólni egyszer, és mindenkinél lehet igaz, amit ő mond. Ugye, hogyha valaki nagyon mélyen hívő, vagy ha nem, gyakorlatilag minden megtalál. Oké, de akkor egy picit most tényleg elmegyünk Hanvas Bélától, és akkor megragadom ezt a célok, meg ezt az egész dolgot, hogy azt látjuk, hogy van ez a nagyon gyors élet, és ugye ennek ellentétje most már megjelent egy irányzat is, hogy gyakorlatilag ez a lassú élet, vagy a lassan élni, meg a lassan csinálni dolgokat. Így például én amikor voltam gyors olvasáson, mert elmentem, én is belekerültem ebbe az őrületbe, és így megcsináltuk, és így, úristen, elveszett az olvasás öröme. Hát én most nekem nem az a lényeg, hogy 15 ezer oldalakat letoljak, hanem hogy, és erről még Popper Péter is beszél egy helyütt, hogy hanem mi lenne, hogyha én olvasok, és akkor azt úgy magamével teszem, feldolgozom, akkor megállok egy-két jó mondat után, elgondolkozom, hogy igen, hogy ez miért jó nekem, vagy mit tudok ebből használni. És te mondjuk, mint pszichológus, melyik oldalon állsz, vagy hogy vagy ezzel a gyors élet, meg lassú élet, meg stressz, meg nem stressz, meg célok, vagy hogy mi lehet egy... És itt szerintem a cél most nem feltétlenül boldogság, mert ez is egy ilyen nem feltétlenül szeretett szó. Én nem annyira szeretem, ez ilyen Mi lehet egy célja mondjuk az életnek? Ez, bocsánat, ez most egy kemény kérdés, sajnálom, meg fiatal vagy, de hogyha erről beszélgetünk, akkor erről fontos beszélgetni, hogy mi lehet, hogyha nem az a célom, hogy nagyházam legyen, meg nem tudom, akkor mi?
Hát szerintem erről Hamvas ír a legcsodálatosabban, tehát őt kell erről megkérdezni. De ami nekem, az én olvasatom a kicsapódott ebből, az talán az egyszerű örömöknek a megtalálása. Abban, hogy most itt ketten beszélgetünk ebben a pillanatban, nem rohanunk sehova, van egy közös témánk, ami bennünket érdekel, és hogy ebben elmélyedni. És akkor most erre is pontosítani, nem az, hogy hány nézőt fogunk ezzel elérni, nem arra, hogy egyébként most mit fognak gondolni rólunk, hogyha ezeket a videókat kiadtuk. És én egyébként azt gondolom, hogy ma azért nem lehet ezeket se kizárni, csak nagyon szuper, hogyha az ember akár tudatosan egy Hamvasgyűrűnek a felolvasása közben, vagy fellapozása közben egy picit vissza tud térni ebbe a fajta tudatállapotba, és hogy oké, most itt vagyok, megérkezve a mostba, és nem csak erőltetem, hogy na jelen kéne lennem, hanem ténylegesen megtaláljam az örömet, meg az értéket ezekben a valódi pillanatokban, mert ezeket semmi nem fogja visszahozni. A másik oldalról nézve viszont milyen szuper az, hogyha az embernek egyébként rendben van a szakmája, vagy a munkája, vagy a tanulás, és ott meg hatékonyan tud haladni. Tehát, hogy azért szerintem jó, hogy ez egy egészben van egy egyensúly. Én például legalábbis a saját életemben így törekszem, hogy a munkámat hatékonyan csinálni, amikor meg van lehetőségem, mert teremtek ezáltal időt magamnak, akkor viszont ezt a fajta talán lassú, jelenben élő, vagy akár ez a hamvasiasan egyszerű életmódra törekvést megvalósítani. Ez megint egy nehéz kérdés, hogy hogy lehetne tanácsot adni azoknak, és most szerintem már csak a fiatalokban bízhatunk, hogy a most felnövekvő generációknak mi lenne az a jó tanács, amivel ugye kicsit helyre billenteni ezt az embert, mert ugye most gyakorlatilag már szinte minden applikáció, minden eszköz a kifele élésre sarkal, hogy lehetne, mik azok a mondatok? Egyébként van pont a Hamvasnál is az egyik írásban az, hogy azonosítom magamban azokat, amin igazából nem is én vagyok, hanem az a kis démon, és hogy lehetne a fiataloknak magukat egy kicsit gatyába rázni, ezt nem tudom, hogy mondjam. Én visszakérdezni, nem hozzá, hanem a fiatalokhoz, hogy oké, hogy nézem az Instagramot, meg oké, hogy olvasom a, nem tudom, motivációs könyveket, vagy bármit csinálok, veszek egy táskát magamnak, ruhákat, virítok, elmegyek bulizni, iszom, oké, tök jó, de hogy ez milyen mélységű boldogságot ad? Mennyire tudok ezzel megelégedni? Ez tényleg a lelkem minden részét kitölti, és azt hiszem, hogy na ez most tökéletes, ezt egész életemben csinálnám, vagy azért hagy egyfajta hiányt maga mögött, és azt mondom, hogy oké, amikor felkelek másnaposan, akkor azért ott van egy ilyen beszakadás érzés, egyfajta sötétedés. Mert hogy az lenne a jó, hogyha ezeket a pillanatokat is ki lehetne tölteni valamiféle tartalommal, mert oké, hogy megvannak az örömök, meg ezek a külsőségek is, de ugye mögött is vannak mélyebben olyan érzések, amiket fel lehetne tölteni értelemmel. Vagy most ebbe belegondolok, ugye nagyon sokan, hogyha van egy kicsit időnk, akkor a telefonunkhoz nyúlunk. Na de mi történik, ha nem úgy nyúlunk a telefonunkhoz, akkor felmerülnek bennünk azok a gondolatok, amik azért eléggé ijesztőek tudnak lenni, hogy mi az életünknek az értelme, merre haladunk az egész világban. És talán ezek a gondolatok azok, amiben azt gondolom, hogy Hamvasnak az élet, mivel bár, könyveket fellapozunk, írásokat, esszéket, bármit, akkor abban kaphatunk olyan fajta válaszokat, amiket őszintének tartunk, és nem csak egy olyan dolog, amit valaki el akar velünk hitetni, megvegyük a következő kurzusát, vagy tréningét, vagy becsatlakozunk az ő vallásába. Igen, ez fontos, egy helyütő is ír a csendről, hogy a csend köre, bár ezt nem, ez csak idézi, hogy a csend köre egyre szűkül a világban, és gyakorlatilag nincs olyan hely, ahol elbújhatnál itt a körülöttünk is rengeteg zaj van, meg sok minden más egyéb, de hogy én egyébként ezt szoktam, amikor előadást tartok mondani a fiataloknak, hogy ez egy csend, ez egy tök jó dolog, mert hogy ott megjelennek olyanok, ami a tiéd, ami a te saját valódi gondolatod, és ugye ma mindent megteszünk azért, hogy elnyomjuk ezt a belső hangot, belső gondolatot, hogy ezt most minek nevezzük, az mindegy is, de mégis gyakorlatilag ez az, amit leginkább elnyomunk. Talán még azért egy fontos és érdekes dolog, hogy értetjük meg mondjuk egy mai fiatal, és ilyen nehéz helyzetekbe hozzak, bocsáss meg, hogy lát egy influencert, zárójel, és szerintem erről nagyon fontos lesz beszélni, hogy nem látja a hátterét, hogy az mennyi depresszióval, vagy most ez egy más kérdés, hogy mivel zajlik, de hogy lát egy ilyen sikeres életet, meg egy ilyen fancy dolgot, nem tudom, 500 ezer követő, 1 millió, vagy bármi más egyéb, és akkor mellette pedig te arról beszélnél neki, hogy egyébként ez nem is értékes, hogy ez nem is jó, és ő mégis azt látja, hogy ez jó, hogy ezt hogy tudom egyébként? Vagy mit kéne ezzel tennem, hogy megértse azt, hogy mondjuk lehet, hogy ha 15-en a kerítés festünk együtt, az egy értékesebb dolog, és hogy jobb élményt, jobb értéket ad neki, mint mondjuk ez az influencernek a programjai.
Ugye nekünk abban a szempontból könnyebb dolgunk van, mint neki, mert belátunk ebbe a világba, te is rengeteg ilyen embert Igen. ismersz, és hozzá meg ezek az emberek jönnek el tanácsadásra sokszor pszichológusként, hogy elmondják ezeket a sötét titkokat, amiket most így felfestettél, nagyon sok sikeres ember. Na most annak a nézőpontjából, aki fiatal és még nem találkozott ezzel, és csak a szépet látja ebből, akkor az a kérdést tenném fel, hogy benned milyen érzés kelt az, hogy látod azt, hogy ez az ember ennyivel sikeresebb, jobb nálad, gazdagabb nálad, nem hoz fel benned esetleg egyfajta feszültséget, ez nem hoz fel egyfajta kevesebb vagyok, mint ő élményt, vagy hogyha most oké, inspirál, motivál téged, hogy így akarsz élni. Tegyél egy-két lépést, nézd meg, hogy ezzel mennyivel kerültél közelebb ahhoz a fajta képhez, amit te ott láttál. Most ez a fajta szakadék, amit te itt megtapasztaltál, az egy frusztrációt szül benned, de hogy ezt a frusztrációt ezt lehet oldani. Akár azzal is, hogy mondjuk beleolvasol abba, hogy hangos mit csinált olyankor, amikor ő meg igazságtalanságokat tapasztalt meg. Ha neked az a célod, hogy influencer legyél, és gazdag, és szép, és sok lájkot kapjál, és a többi, azért nem olyan könnyű ide elérni, mármennyire is könnyűnek tűnik, de hogy ez a fajta nehézségem, ez a fajta feszültség, amit megtapasztal az ember, az nagyon sokszor analóg az, amit mondjuk hangos megtapasztalt, akár amikor nem volt olyan megbecsültsége, vagy amikor lehetett volna valamit megalkotnia, és aztán mégis tudjuk, hogy milyen sors várt rá. Szóval a másik dolog, amit ide behoznék, az, hogy ugyan hanvas már nem nincs közöttünk, de hogy a másik oldalról nézve ugyanannyira aktuális, amit akkor írt az első világháború, második világháború idején, a 56-os forradalomnak az idején, mint ma, mint 2022-ben, mert az emberek ugyanúgy működnek, mint akkor működtek. Az fontos, hogy nem is tudom, hogy hol olvastam, hogy gyakorlatilag az elmúlt 2-3 ezer évben semmit nem fejlődött az emberiség, maximum technikailag, de hogy azok a kérdések, amik akkor fontosak voltak, meg az élet nagy kérdése, azok ugyanúgy ma is megvannak. Szóval, hogy sok mindent nem haladtunk előre, csak modernebb játékszerekkel dolgozunk. És sőt, lehet, hogy azt mondom, hogy félig inkább minden lehetőséget meg kihasználunk, hogy elnyomjuk a valódi értékeket, vagy hogy meneküljünk az elől. Pillanatra beszélhetek ide? Ugye azt gondolnám, hogy oké, hogy elmenekülünk ezek elől, és rövid távon ez lehet, hogy ténylegesen jót tesz mondjuk így fiataloknak, azt érzik, hogy nagyon oké, most nem kell ezzel foglalkozni, de előbb-utóbb be fognak köszönni ezek az érzések. Más nem az élet végén. Más nem az élet végén, de szerintem azért fiatalabbaknak a korában is, hogyha véget ért mondjuk az egyetem, és akkor na itt vagyok a világban tök egyedül, ezeket a kérdéseket ideig elhessegettem, na most akkor ezzel mit kezdjek. De ezekre mondjuk nem baj, hogy egyrészt felkészülünk ezekkel a könyveknek az olvasással, másrészt előbb-utóbb ezekkel is találkozni fogunk, tehát érdemes ebbe belekezdeni. Igen, meg azt akartam mondani, hogy van szerintem még egy fontos dolog, amiről beszélünk, hogy maga az influencerség az nem feltétlenül rossz. Így van. Sőt, én azt látom, hogy a kultúra terén, akár a zenészek, vagy bárki más, olyan élményt, olyan értékeket tud adni, és 1-2 millió követője van akár, ami tényleg valami fantasztikus. És itt akkor ez a kérdés, hogy mi a különbség influencer és influencer között, hogy melyik, mitől tekintek mondjuk értékesnek valakit, és mitől mondom azt, hogy ez egy trash, és hogy ez rombol, ez meg valahol ad tényleg valami olyasmi élményt, vagy olyasmi töltetett pluszt, ami tényleg tudok a hétköznapokban használni. Ez egy annyira jó kérdés, amit most feltettél. Én azt vizsgálnám meg ebben, hogy amikor követek egy oldalt, van-e benne egy pici ellenérzésem is olyan szempontból, hogy oké, lehet, hogy ez egy ilyen bűnös élvezet, hogy most ezeken a mémeken nevetek, vagy ezeket a képeket nézegetem, mert hogyha egy olyan oldalt követünk, egy olyan influencert követünk, akinél azt érezzük, hogy oké, persze be van szórakozás, de hogy ezzel a lelkem egészet tud kapcsolni, és nincsen bűntudatom, miközben ezeket nézegetem, hanem azt hiszem, hogy ezáltal többé válok, jobbá válhatok, és persze ott vannak bennem azok a szórakoztató tartalmak is, amivel találkozhatok, akkor szerintem az szuper. Tehát azt nézném meg, hogy bennem milyen érzések keletkeznek, és ezekkel kezdenék valamit. Ugye az meg egy érdekesség itt, hogy nagyon sok ilyen önigazoló idézettel lehet találkozni, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy te akarod, az azért van, mert a világ az egy szörnyű, és te sokkal jobbat érdemelsz ennél, tehát bárki találhat magának önigazolást. Add rá a kabátot, meg nem tudom, szokásos, itt ha menni akar valakit, igen. Itt igen. Azért rengeteg ilyen van, viszont azt hozzátenném, hogy talán ezek rövid távon az embernek jó érzéseket okoznak, de ezért hosszú távon nem baj, hogyha... Hát egy ilyen fájdalomcsillapítónak jók. Igen, de az a jó hír a fájdalomcsillapítók, hogy hatásra elmúlik, aztán utána az ember a valódi problémákkal tud foglalkozni, valódi kérdésekkel. És itt pont feljött még bennem, és akkor az egy ilyen záró felvetésem már, hogy szerintem amiben nagyon izgalmas, és amitől nagyon, nagyon, nagyon megvan az értéke hanvasnak, és ez egyébként pont az influencerek kapcsán is igaz lesz, hogy azt tudom szerintem jól követni, és azt tudok jól kapcsolódni, ahol a hitelesség megjelenik. Így van. Az jó, hogy az embernek van szeme a hitelességhez.
mert hogy talán mindannyian naív kisbabaként kezdjük a világot, de aztán szépen fokozatosan ez amit szeretnénk megtapasztalni. Ugye, Hamvasnál azt lehet látni, hogy teljesen őszinte az, amitről ír. Ír a saját gyarlóságairól, a saját gyengeségeiről, ír arról, hogy mi az, amit nem tud megvalósítani. Ezzel szemben, hogyha megnézzük egy influencert, akkor általában az, hogy na jó, no make-up, de azért oda van rakva a filter, ki van sminkelve egy része, ott van a tetoválás, műszerűen, hogy akármit oda láthatunk még. Tehát, hogy abszolút igen, a hitelesség, amit mondasz, azoktól tudunk őszintén tanulni, meg azokon keresztül tudunk őszintén fejlődni, akik ténylegesen őszinték velünk is, vagy magukkal is. Hogyha gyors, mindig szoktunk ilyen merénylete készülni a kérdezettek felé, hogy ha kell pár jó tanácsot adni, és akkor most így nem feltétlenül Hamvas szemszögéből, hanem egyébként pszichológus, hogy mi az, amire figyeljek, ez a, tudod, a bulváros, ez most bele csöppentem én is, ez a, mi az az öt tipp, amit mi nem szeretünk, de hogy mégis mik azok, amire szerinted, vagy mik azok a kérdések, amiket mondjuk itt tegyél föl magadnak, hogyha egy kicsit magaddal foglalkozom, mi lenne az? Az első, hogy milyen kérdések jönnek fel leggyakrabban, amikor félreteszem a telefonomat, és nem foglalkozok ezekkel a gondolatokkal. A második az, hogy merek-e például segítséget kérni, hogyha szükségem van rá, vagy mindent egyedül akarok megoldani, mert azt látom, hogy a szomszéd is egyedül oldja meg a problémákat. Ez például mondjuk mentális problémák esetén, depresszió, szorongás esetén azért nagyon nehézségeket tud okozni. Jó, hogyha az ember tud segítséget kérni, akár egy barátok, pszichológustól, stb. A harmadik ilyen kérdés, amit feltennék, az, hogy milyen információkat fogyasztunk, milyen hatások érnek bennünket, ezt tudatosan választjuk-e vagy meg, vagy sem. Esetleg mondjuk a hírek áramolnak felénk, a bulvár újságok, a közösségi média, vagy van-e benne olyan is, amivel mondjuk így saját magunkat tudjuk fejleszteni vagy képezni. A negyedik, hogy vannak-e példaképeink, és hogy milyen példaképeink vannak. Hamvasra itt mutatok közben az asztalon. És ha már egy ötödiket kell mondani mindenképpen, akkor azt gondolnám, hogy van-e olyan társaság, ahol ezeket őszintén meg tudjuk osztani, ezeket a gondolatokat, amik bennünk vannak, vagy egyfajta ilyen megfelelés, versengés van a társaságunkban, ahol nem tudunk őszintén kommunikálni egymással. Mert hogyha nem ez van, akkor törekvés lehet arra, hogy kialakítsunk egy olyan társaságot, ahol értékek mentén tudunk kapcsolódni egymással. Akár megmentjük az értékeket, mint az értékmentek. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát mi még fogunk beszélgetni sokat meg sokszor, de mindenképpen köszönöm, hogy megosztottad Hamvas kapcsán a gondolatokat, érzéseket, és hát sok-sok oldalt kívánunk még neked Hamvas Bélához, vagy Hamvas Bélával, és reméljük, hogy sokat segít még neked is, és természetesen a rendezvényeken is találkozhatnak majd veled a nézők, de hát erről majd később is beszélünk. Nagyon szépen köszönöm, és talán egy utolsó zára gondolatként az, hogy nagyon-nagyon sok tanított lehet találni a világon, Magyarországon és külföldön, magamnak is volt szerencsém dolgozni sok emberrel, de a lényeg az, hogy azért Hamvas mégis világszínvonalú bárkihez viszonyítva, nem azt kérdezi, hogy jó, hát magyar, hanem a teljes világban nézve is elképesztően szenzációs, úgyhogy érdemes olvasni őt. Olvassuk.